A kassai önkormányzati kerület Terra Incognita pályázati felhívása évek óta biztos eszköze a régió terület fejlesztésének. Célja a turizmus támogatása, hangsúlyt fektetve Kassa megye turisztikai, idegenforgalmi vonzerejének növelésére. 2024-re a megye vezetése 1,35 millió eurót pályáztat meg idegenforgalmi beruházásokra, valamint további 450 ezret az ágazatot segítő rendezvények szervezésére. Košický samosprávny kraj považuje cestovný ruch za jednu z potenciálnych oblastí. A kassai önkormányzati kerület a turizmust az egyik olyan potenciális területnek tekinti, ahol még van lehetőség a továbblépésre és fejlődésre, munkahelyteremtésre. Az idegenforgalomban növelhetjük és javíthatjuk a szolgáltatások minőségét, és ezzel még sok pénzt hozhatunk a helyi vállalkozásokba az egész régióban. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek a turizmus támogatásában. Ma alapvetően csak az infrastrukturális projektek támogatási felhívásáról van szó, vagyis olyan projekteket támogatunk, ahol valami megépül, és az adott területen, adott helyen több évig ott marad, mondja a megye elnöke. A felhívás 4 területet céloz meg. Első az ökoturizmus fejlesztése, második a nagy volumenű idegenforgalmi beruházások támogatása, harmadik az európai örökségi védjegyet viselő gömöri freskós díszítésű gótikus templomok népszerűsítése, és negyedikként a meglévő szálláshelyek fejlesztése. Amit idén először vezetünk be, az egy olyan újítás, amellyel a szállásadókat szeretnénk segíteni. Arra reagálva, hogy alacsony a megyében eltöltött vendégéjszakák száma. Ez nálunk 2,1 vendégéjszakát jelent látogatónként. Szeretnénk többet nyújtani a hozzánk érkező vendégeknek, turistáknak, hogy tovább maradjanak a kassai régióban, hogy több látnivalót fedezzenek fel, és hogy több éjszakát töltsenek el nálunk, mondja a megye idegenforgalmi szakembere. A meglévő szálláshelyeket külföldi bevált jó példák alapján támogatásokból élményszállásokká kellene átalakítani. Lehet az sportra, wellnessre vagy akár kézműves foglalkozásokra alapozva, fő, hogy egyedi és minőségi legyen, hangzott el a sajtótájékoztatón. A megye területén működő fizikai vagy jogi személyek a pályázataikat folyó év november 20-áig nyújthatják be.